Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, 10. Szent 10. Pius pápát ünneplegyházunk ma rá emlékezik, aki 1914. augusztus 20-án halt meg, és mi nem ünnepeljük akkor, hiszen akkor Szent István királyunkra emlékezünk. Ez a pápa olyasszerű volt, mint a mostani Ferenc pápánk. Nagyon egyszerű ember, nem arisztokrata családból származott, még a neve is magyarra fordítva Szabó József volt. Hosszú ideig plébánosként tevékenykedett, és amikor meghívták őt a pápa választásra, akkor már velencei pátriárka volt, retúrjegyet vett, gondolva arra, hogy ő belőle bizony nem lesz pápa. És 1903-tól 14-ig volt pápa. Mondják, hogy belehalt abba, hogy kitört az első világháború, hogy az úgynevezett keresztény nemzetek egymást gyilkolják. Olyan mély fájdalommal töltötte el, hogy ebbe a fájdalomba belehalt, bár idős ember volt már. És valami nagyszerűt vitt végbe akkoron, a 20. század elején, amely sok szempontból az újkornak a kezdete volt. Nem csak úgy, hogy elkezdődött a gyilkolás a 20. században, ami majd folytatódott a II. Világháborúban, hanem a technikai civilizáció egészen újfajta formákat és életérzéseket hozott. Apollinaire, francia költő, aki az első világháborúban halt meg, az avantgárd nemzedékhez tartozott, de a költőkben mindig van ilyen vátesz, ilyen jósló hajlam és képesség. Ő már erőre látott sok mindent, ami később bekövetkezett, és mivel Párizs hát sokkal fejlettebb ország főváros volt, mint a mi Budapestünk akkoron, az autóbuszok, sőt, hát már repülőgépek is elkezdtek közlekedni. Írt egy érdekes verset, amelyből csak pár sort szeretnék felolvasni. Égöv ez a címe, Radnóti Miklós fordította le még abban az időben. Végül is unod-e régi világot csupa rom, ó pásztorlány Eiffel-torony, a hidak nyája béget e hajnalon, görög és római ókorban éltél, s ebből elég ma néked, a gépkocsik is ódonnak zörögve futnak itt elébed, csupán a vallás az marad csak máig új, s el nem avul soha, s oly egyszerű akár a repülők terén a gépek csarnoka, Európában csak te nem vagy antik, ó kereszténység, s hiába, a legmodernebb európai te vagy, 10. Pius pápa. 1912-ben írta a pápáról. Mitől volt olyan modern 10. Pius pápa? Mert olyan forráshoz tért vissza, ami mindig örök, Jézus Krisztushoz. Ez volt a jelmondata. Omnia restaurare in Christo. Mindent megújítani Jézus Krisztusban. És mivel Jézus Krisztus, ahogy olvasjuk a zsidókhoz írt levélben, tegnap, ma és mindörökké szól hozzánk, az ő időszerűsége mindig megszólítja az embereket, így szólít meg bennünket is. És az ő tanítása, ami lecsapódott az evangéliumban,
ugyancsak örök írás. Az a hír, ami mindig hír marad. És mi az, ami mindig hír marad? Ami örök, s valamiképpen Istenhez irányít bennünket. Mert a többi dolgok elmúlnak, avuttá válnak, újságok esetében remitendává, és minden, ami az emberi kéz alól kikerült. Az örök csak az lehet, ami az Isten világával érintkezik, találkozik, és odavisz bennünket. Szent 10. Pius pápa éppen ezért Jézus Krisztusban akart mindent megújítani. És így újította meg akkoron már kezdve a liturgiát, és az egyházi életet elkezdte, ami majd kiteljesedik a II. Vatikáni zsinatban. Most a Máltai Szeretett Szolgálat tagjait is köszöntöm, akik részben meghívtak, részben a virágkiállításnak egyik előmozdítói. Ők, akik hivatásszerűen is foglalkoznak a szeretett szolgálattal, kell, hogy tudják, hogy a mi tevékenységünk a szeretet területén nem egyszerűen szociális munka. Bár sokszor a világ azt akarná, hogy minél több népkonyhát, meg olyan intézményt állítsunk föl, amiben megoldjuk a világ társadalmi feszültségeit, amire már nekik nem jut erejük, vagy nem hasznos, nem kifizetődő számukra, hát akkor végezzék a keresztények, jó, hogyha ezt valaki teszi. Nyilván, hogy kötelességünk, hiszen maga Jézus tanít erre, de ez már következmény. Következménye a Jézus Krisztusba vetett hitünknek és egy életformának. Mert ha megfordítjuk, hogy előső helyre tesszük a szociális munkálkodást, akkor nem lesz erőnk, nem lesz kitartásunk. Nem tudjuk valójában végezni az evangelizáció munkáját. De hogyha a forrásból indulunk ki Jézus Krisztusból, akkor annak következménye a felebaráti szeretet, mert Jézus mondja, hogy amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek. Így ez a jelszó Szent 10. Pius pápáé lehet a mi jelszavunk is. Mindent meg kell újítanunk Jézus Krisztusban. Ugyanis mi keresztény emberek vagyunk, azaz krisztusi emberek. Ez annyit jelent. És a nevünkhöz hűségesnek kellene lenni. Mert ahogy a mai világban sokan foglalkozás neveket viselnek, de már egyáltalán semmi kapcsolatuk nincs őseik azon foglalkozásával, amiről nevüket kapták. Ugyanúgy ma nagyon sok ember egy népszámlálás alkalmával esetleg kereszténynek íratja be magát, de már nem jelent számára életformát, nem jelent eszmény, célt és meggyőződést. Ha meg akarjuk újítani a környezetünket, amire oly nagy szükség volna, akkor Jézus Krisztusban kell megújítani, mindent benne restaurálni. Ebben a célban és szándékban álljon előttünk Szent 10. Pius pápa példája és közbenjárása. Amen.